Az online népszámlálási kérdő Ivanettes csalók érdeklődését is felkeltette, figyelmeztet a rendőrség. Ezért fontos már az első lépéseknél, hogy milyen oldalra lép be a kitöltő. Az URL előtt szerepel a https://2:// vagy egy zöld lakat, mellette a biztonságos kifejezés. Figyelni kell a gyanús jelekre, mondja a Baranya megyei főkapitányság munkatársa. Legyen mindenképp gyanús, hogyha például csak a személyes adatokra, anyagi helyzetre, netán a bankszámla adatokra kérdeznek rá. A kérdővek online kitöltése az körülbelül 30 percet vesz igénybe, ezért legyen gyanús az is, hogyha néhány adat kitöltésével véget ér az adatszolgáltatás. Ebben az esetben ne mentsék el a megadott információkat, ne küldjék azokat tovább semmi esetben sem. Ha úgy látják, hogy minden óvintézkedés ellenére becsapták, megkárosították, tegyenek feljelentést a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságon, vagy bármelyik rendőri szervnél, illetőleg a 112-es segélyhívószámon. A Központi Statisztikai Hivatal október 1-e és november 28-a között Magyarországon a teljes népességre kiterjedő népszámlálást végez. Az első szakaszban október 1-e és október 16-a között a lakosok interneten tölthetik ki a kérdőíveket. Ezt követően számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat.